Na hát szavaztok, srácok, sok szeretettel üdvözlünk mindenkit már az F1 22-ben Leóval. Szevasz, Leó! Szia Patrick, sziasztok, Haljali! Na hát megjelent az új játék, Leó is csinált streamet róla, én is csináltam, kipróbálgattuk nagyjából, úgyhogy most itt vagyunk és innen folytatjuk Silverstone-ban, ahogy ígértük, már a valós autókkal. Leó, hogy érzed így magad? Van. Milyen érzésedben nagyon, lenni itt most? Nagyon jó végre, hogy az idei játékkal megyünk. Szokni kell, kicsit furább, ügyesebben kell vezetni, oda kell figyelni, de meg tudjuk tanulni, nem lesz ezzel gond. Így van, én azt gondolom, hogy ez így van, és hát természetesen a táblázat sem változott, abból a szempontból, hogy ugye ugyanazt folytatjuk, mint világbajnokság. Hogy állunk táblázat ügyileg, Leó? Cunoda 154 pont, nekem van 124, neked pedig 83 van, egyelőre 5. helyen vagy, de hát ez még változhat bőven, rengeteg futam van. Igen, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi van. Nekem van egy ilyen, hát egy elmentett setupom, a jól tudom, Leónak nincsen, és te mész izén, ugye? Ja jó Istenem, mész, mondjad már. Balanced. Balanzdon megy. Úgyhogy meglátjuk, srácok, még azért kicsit tényleg szokni kell. Eléggé dobható a segge az autónak, ami azt illeti. Kicsit más az irányítás. Illetve, hát amiről ne feledkezzünk meg, hogy a gumi hőfokok már ugye 75 fokig, vagy 70 fokig lehet melegíteni a boxban. Igen, igen. Ú, milyen felhős idő van. Tehát a kivezetőn nagyon vigyázni kell, ugyanis hát könnyen el lehet dobni. Nagyon könnyen, így van. És ami még ugye változott, az az, hogy nem vagyunk kötelesek arról a gumiról indulni, amivel ugye a leggyorsabb kört futjuk. Tehát szabad gumiválasztás van, ugye, Leó? Igen, szabad gumiválasztás van. Eltörölték ezt a szabályt is már. Igen, úgyhogy hát ez, szerintem ez nem túl jó, de ez van, úgyhogy aztán lehet gyűrni ezeket a gumikat. Úgyhogy hát az van, hogy én feltankoltam 4,6 körre az üzemanyagot, és akkor próbálok 2 gyorsat menni egymás után. Aztán, hogy ez mennyire sikerül, azt majd meglátjuk. Én itt is vagyok igazából, most fogom megkezdeni a gyorsat. Első gyors kör. Hoppá, nem is ilyen ívről kellett volna kezdeni, de akkor nézzük, ugye először kell mint mindig egy biztonsági, de itt aztán főként, mert basszus, nem nehéz eldobni, én azt gondolom. Nem, egyáltalán nem, van itt a 4-es kanyar, vagy nem tudom hányos ez, azt hiszem. Itt. Nem mindegy, hogy hogy érkezünk bele a kanyarba. Igen. És tényleg nagyon tud menni a hátulja az autónak. Úgyhogy ehhez kell nekünk még, srácok, majd egy-két futam, hogy normálisan hozzászokjunk. Úgyhogy ne lepődjetek meg esetleges hibákról. Jövök, Leó! Okay. Basszus! Nem tudtam, hova meneküljek hirtelen. Az ideálos síven kóricász. Jöttek annyian sokan ott. Ja. Nem tudtam mondani, hogy átvágják, vagy mit csinálják. Talán itt ekkora fék nem is kell, de nagyon meg kell szokni. Picit gyakoroltunk egy fél órácskát, mint ahogy szoktunk. Hát de ehhez lehet, hogy egy kicsit több kellett volna. Ú, de lassú. Természetesen az AI-okat megint próbáltuk jól belőni, úgyhogy majd azért azt meglátjuk. Oké, hát ez biszti körnek jó lesz. Szerintem megyünk egy töltőt. Ezt utcú neki, vagy megyünk egyből még egyet? Megyünk egyből még egyet, majd lesz valami. Aha. Hát lehet azt tereszteni. Egy lehet nagyon eldobni, úgyhogy ott kell nagyon figyelni. Oh. Mi történt?
A célegyenes ráfordítónál kicsit megindult a segg. Ja, ott is szeret, igen. Segg megindulásból jól állunk ebben a szezonban. Igen. Valamit magyarázott nekem, de nem tudom, hogy mit. Nem hallottam. Az legalább egy javítás lesz. Áj! Elszartam. Fú, de eldobtam. Egy jó fél másodpercet dobtam el, Leo. Ó, az még jó. Nagyon gyenge időm lesz. Na mindegy, van még időnk. Menjünk be a boxba. Jó, tehát akkor egy új gumi fel. És akkor zsatar 9-10. Na gyerünk srácok, gumihőmérséklet az rendben lesz. És akkor utcu neki. Megint kettőt fogunk menni, nagyon felhős az idő. Nem tudom, hogy jön első, de remélem nem. Úgyhogy akkor vágjunk bele. Nézzünk meg, ó. Te is jössz ki, Leo? Igen, most veszik a paplan. Helyes. Aha, oké. Igen, arra ott rá kell tenni. Oké. Oké, picit faragunk egyelőre, de nagyon kell koncentrálni, mert teljesen ismeretlen még ez az autó. Én úgy érzem, nekem ez a Mercedes-es fejlesztés nem igazán jött, de... Nem? Az autó vezethetetlen. Undrivable. Jó, van, én írtam. Lesz egy bocsánat kérés szerintem majd így futam után. Ne rontsa meg, könyörgöm. Csak elrontottam egy picit. De ez egy nagy javítás. Oké, megnyugszunk egy kicsit. Megyünk egy lass töltőkört. Húha! Jaj, hogy ne tartsam fel, bugrist. Ja, mert utána illegál blockingért kapsz. Jaj, mennyi. Jaj, beállt mellém, Leo, ennek annyi. Box diszlep, tudod? Jaj, Istenem, tényleg box diszlep kéne, de hát nem megyek be. Azt ő nem tudja. Mert hogy az van, hogy valaki mondta streambe, ha rámész, hogy box diszlep, akkor nem fog itt bénázni melletted. De ez azért nem mindig van így. Na, most elmész? Leo, ez still itt van mellettem. Az jó. Hagyjál békén. Na, előzz már meg. Húzzál innen. Na. Le kell teljesen lassítani, hogy elmenjen. Meg kell állni, igen. Fúha. Na jó. Akkor előkészítjük a következő kört. Na jó. Gyerünk, akkor nézzünk még egy gyors kört. Hogy sikerül? Erőforrás teljesen feltöltve. Let's go! Belefékeztünk, eddig ilyet nem is csináltunk.
Hát ez... Ezt el is engedtem, köszönöm szépen. És sajnos nem. Ja, 6-10. Nem, ezt elengedtem, legalább nem gyilkolom jobban le a gomikat. Box this lap. Mert... Úgy is frissen indult, tudod? Ja, csak hogy hát, ha még ez kell, tudod, ki tudja. Ja, igen. Mi lesz igen. A futamon. Úgyhogy nem gyilkolom tovább. Én ezt tudtam hozni, srácok. Harmadik hely egyelőre. Aztán meglátjuk, hova csúszunk még le. Nem könnyű. Nem. De most nézem a magyar mezzel, milyen szépen hozzáöltöztem a Ferrarihoz. Na hajrá, Leo, szurkolok. Rajta vagy, most töltök egyet, szerintem pont át fogok még érni. Át fogsz, 1 perc 16. Mennyi az annyi időben? Hol állsz? Nekem... 32-4-es időm van egyelőre, 18-dik vagyok, azon mondom még, ezt meg kell lőni. Jó, hajrá! Ó, igen. Basszus, megforogtál? Meg, izé, ahogy már a bekecből kifele jössz és jön a DRS rész, annál a csiki-csukinál. Aj, basszus! Fú, Leo, hát lesz feladatod. Az igen, én Leclerc-kel teljesen azonos időt mentem gyakorlatilag. Ezredre? Egyformán? Nem hát depeg. Nem, igazából 28 ezreddel lassabbat mentem, mint ő. Uh-huh, az jó. Annyi van az autóban, pont. Fernando Hamilton, Vettel, bajnokok elől. Azt... Ja, és ki a negyedik? Cunoda! Az öreg Cunoda! Ajajajajajajajajaj. Hűha! Az igen. Hát... Közepes, hard. Ennyi. Nem tudsz mit csinálni. Én ki sem próbáltam a hardot, srácok, az a bűnös nagy helyzet. Hát figyelj, nézd, én azt csinálom, hogy elindulok mediumon, és én hogyha... Lesz valami. És azt ott mondja, hogy egy medium az bírja 7, vagy egy soft bírja 7 kört. Uh-huh. Van egy friss softom, az fix. Tehát ez azt jelenti, hogyha mondjuk a 19. kör környékén jönne egy safety, akkor érdemes feltenni, csak hát az hülyeség, mert akkor már hard van rajtad. Hát ezt én nem tudom. Igen, mert mire bejössz, lecsörő. Igen, akkor érdemes kijönni, és ne talántál még vissza is esni, ha többiek hardon vannak, és te bejössz rohadt gyorsan egy szoftver, és rommá lőzöd őket. Az elindításkor. Igen. Jó, mert tehát 12-dikbe hard, és akkor hogyha 19-től felfele jön egy safety, akkor viszont kell szoftverrel váltani. Megéri. Jó. Mert akkor csak vonatoznál a kopott hardoddal tovább. Igen. Így viszont lenne esélyed, hogy a friss szofttal tudjál előzni. Így van. Na és jó. Az azért nagyon nagy különbség. Há, hogy nem. Mindenki médiumon indul. Hóha, nem. Gasly, Ocon, soft. Igen, ott elől? Itt nem tudom, hát ülni. 11. Na most kérdés, hogy a temperature itt mennyire számít, mert azt mondja, hogy melegítsd. Uh-huh. Fel nem fogom, Leo. Na, én igazából a 10. helyen vagyok, tehát azért annyira elől én se vagyok ám, nehogy a Sid. Na, akkor sokan megelőztek a végén. Igen. Na, ez egy komoly taktics lesz. Mert hogy jön safety car, az szinte biztos. De meglátjuk. Csak nem miattunk jöjjön, Leo. Ja, hát igen. Fú, nagyon kell figyelni a rajtnál. Nagyon, de nagyon. Ajajajajajaj. Előre félek. Az igen, tehát akkor van egy. Megnézem, várjál csak. Egy izém van, ugye? Egy új szoftom, igen. Elvileg. Aztán fene se tudja.
De egy fixem van. Nem is azt írni. Médiumom nincs is, nem tudok még egy médiumot felrakni. Azt mondja, hogy no rain expected. Jó van. Hát még a gumikopásra nagyon kíváncsi leszek. Gumikopás? Uh-huh. Bizony, médium, hogy hova kopunk. Na és akkor srácok, ugye, nekünk már itt van a cucc, hogy hogyan kell beállni. Úgyhogy be fogunk most veszettül állni a mi kis rajtrácsunkra. Jó, ez a számoló, ez az? Bizony. Ez a... uh-huh. Bizony. Hú. Ez... Ó, oh, lila lett, szétadom. Neked? Mindjárt. Oké, okay, zöld. Go. Basszus, nagyon elrontottam. Oszta mindenit! Gászli a barom állat! Hogy érkezett itt be? Jesszusom, srácok! Gászli, te ökör! Ajajajajajajajajaj! A mindenit. Hogy állsz? 17, ma 20-ról. Rajta, tehát 3 kocsit sikerült megelőzni. Fú, nekem nagyon rossz volt. Szerintem a szezon legrosszabb rajtja volt az tőlem. De látom, 4-jel itt vagy előttem. Bizony. Kicsit fel is tartom a mezőnyt. Az kell nem egy baj. Kis akklimatizációs idő. Hú, basszus. De engem overtake-kel nyomom és előz a hüvé. Előz az alfa. Az komoly. És el is ment. Zsú barátom. Jobb volt a kigyorsítása? Nem tudom, de akkor is hát overtake-kázott a hosszú egyenesbe. Bőven 3 kiló felett mentünk már. Utól kéne őket érni. Csak ugye, Gaslyék softon mennek ám. Bizony, hogy softon. Aha, de itt vagyok, jó van, rajtuk vagyok. Ez nem egy rossz omen, hogy... Oké, nagy a sor, de akkor is. Utól vannak érve. Legalább kicsit Ricardo leszakadt. Ú, basszus! Több fékkel. Erre a kigyorsításra próbáltam dolgozni, de nem jól sikerült. Mindegy, ez is jó így, hogy megyünk a vonattal. Ó, basszus! Mi történt? Beleromboltam Latifibe. Ó, le, ó! Sokkal hamarabb fékezett itt ennél a hátsó résznél. Repült a szárnyad? Persze. Basszus, Leo. Ezt mondtam, srácok, nagyon meg kell szoktunk ezt az új játékot. Nagyon-nagyon. Hát innestől tesz. Mondjuk azért a Leo az a hátulról jövés nagymester, azt tudjuk. Hát ennyire azért nem. Hát jó, de hogyha lesz itt safety, Leo, akkor tudod te is, hogy újra meccs. Basszus.
Én a helyedben most, hát nem is tudom mit tennék fel. Softot raktam fel. Igen? Hát már még ki se értem a boxból, már 42-re van előttem levő, úgyhogy... Hát igen, ez az elején ez ilyen sajnos, csak kontakt van. Igen. Na 44-re van előttem, kis sumi. Úgy azért mondom, hogy nekem mindestől lesz teszt. Hát azért várjad még ki. Egy SC ugye nem eljön. Ja, és a hideg gumival ugye annál az bizonyos kanyarnál, amit beszéltünk. Bizony. Nem is tudtam, hogy hatosba is meg tud forogni. Meg bárhol, hát olyan erőhatással fordulsz ott, tudod. A hátulját egyből kidobja. Én nem tudok előzni, Leo. Tehát, hogy megyek itt folyamatosan Gasly mögött, igazából ilyen egy másodperc környékén, és ennyi. Meg kell nézni, hogy mennyire hevül túl a gumi. Jó, 80-85, jó. Na most talán. Hoppá! Aja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 j
Ez az! Hú, Okon is mit előzött, basszus! Hoppá! Sárga! Aj! Zöld! Nem én miattam. Látifi eset sárga. Vissza. Látifi? Aha! Na? Kérdés, hogy hol esett ki? Nem? Nem lesz. Nem lesz. Ú, de rajtam van, Gaspi. Basszus. Úgy fosok az egésztől még, hallod? Hogy reagál az autó bizonyos dolgokra? De hatalmas vonatozáson áll itt is, Leo. Mennyire vagy izétől az utolsótól? Utolsó egy perc előttől. Egyre. Egy-egy? Uh-huh. Most mentem el Latifi mellett még. Aha. Tudom, milyen volt, nekem is ilyen futamon, tudod jól? Igen. Nem, itt tényleg, ha jön SC, akkor... Te ezek mindjárt össze fognak előttem ütközni. Annyira csatáznak, ez tök tetszik amúgy. Látod, hogy csatáznak. És lökik egymás, ha arról van. Simán. Ja, Istenem, az SC token unlock. Az nyilván ilyenkor előz meg a Gasly is. Visszaelőzött Gasly, hallod? Jaj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 
Nagyon nehéz egyelőre tartani velük a lépést. Nem is látlak ideget, hol vettem. Basszus, majdnem eldobtam. Most vagyunk a Hamilton Verstappen kanyarban.
Ez jó. Én a boxbejáratnál jártam, amikor mondtam. Hoppá. És nem közeledek, hallod? Én se, semmit. Egyébként hiába van rajtam, szóval azt nézem, hogy ugyanúgy be vagyok állva. Pontosan ugyanannyit megyek, mint kis Sumi előttem. Fú, nagyon nehéz, srácok. Hoppá. Az igen. Oda lehetett azt várni. Most meg vissza fog támadni a pöcsös. De nagyon komoly vonatozás, mert még mindig ám Leo. Ami hát nem egészen... van. Ja. De akkor se szokott ekkora vonat menni. Tudod te is jó. A jobban szétszakad. Hátsó egyenesre dolgozunk. Én most járok ott. Gyerünk! Húha! Hamilton bejött, azt mondja. Hamilton a boxban? Na mondjuk hetedik kör. Ó, akkor ő lehet softot tesz fel. Tudod, két kiállásra dolgozik. Hardot rak fel. 19 kör fog vele menni. Ja. Hát ez butaság. Nagyon lassú ez. Verstappen is hardot rakott fel. Cunoda is hardot rakott fel. De már a nyolcadikban. Gasly is hardot rakott fel. Hát ez a végig lehet menni. Hát oké, okay, csak azért... Azt szerintem butaság. Ó, oh, kurva! Hogy beijesztett, hallod? Hát én ilyet éjjájtól még nem láttam. Követődött? Nem az, hanem először már mellette voltam, és így rám rántott egyet, rád aztán... Ránt, aha, igen, igen, igen. Jesszusom! Ott van előttem Löpler. Hello, Löpler! Kéne tölteni valamennyit az ERS-en, mert elég szarul állok. Rengetegen mennek ki a boxba amúgy, tényleg. Csak nem értem a taktics lényegét amúgy. Nem tudom, hogy hogy osztja be. Hogy miért nem ment tovább a médiumokon? Mert jelezném, a médium most 29%-os. De azért az nem egy nagy izé truváj, hát érted? Nem, hát 50-ig el lehet vinni nyugodtan. Mondjuk azért négyen nem mentek ki itt előttem. Nem tudom, meglátjuk ezt, hogy ennek mi értelme van, hogy mennyire jönnek vissza majd a mi boxunk után. A safety még nem igazán jött. De Leo még azért nagyon sok van ám vissza.
17 kör. Úristen, mit csatáznak itt? Ezt látnod kéne, hallod? Ú, de nem volt ez ilyen az előzőben. Az első négy még mindig vonatozik, Leo. De ilyen pár, ilyen 3-4 tizedre egymástól. Nem jöttek ki? Nem. Itt vagyunk az még mi is. Én az ötödik helyen vagyok, mert mindenki más kiment. Nagyon lassúak lesznek ám Leo, izén, Hardon, a végén. Na gondolj már bele. Igen. Hm. 42%-os már a soft. Mentem vele 7 kört. Hát igen, az real. Ez biztos, hogy... ennyi. De az full real. Mert teljesen. Hoppá. 12-ig el akarok pedig menni. Akkor felrakok egy médiumot, és akkor az már úgy... azzal tudok menni 14 kör. Igen. Ez egy jó taktix, hogyha kihagyod a hardot. És akkor ha jön SC, akkor majd meglátjuk. Ha jön. Én hardot fogok most feltenni, és ha jön SC, akkor meg fel a soft. Ha jön. Ha jön. Így van. Ha jön. Tehát még lehet eső, lehet hó, bármi. Igen. Soha. És nem tudom, Leclerc-et előzzem-e meg, mert megtudnám. Hát megfogom. Mert akkor azt mondja nekem, hogy 12. körbe kéne kimenni. Hát Leclerc, lejárt az időd. Hello. Ó, ne, de miért forgatsz meg? Jó, én voltam a hibás, tudom, srácok, nyugi. Neked ment? Hát, meg összeakadtak inkább a kerekeink, nem kellett volna bele... nem kellett volna rámennem oda, ahol voltam. Dübbent. Bementem. Igen, és a kerekeink összeakadtak, és én megforogtam. Ó, Istenem. Nincs futam dübbenés nélkül, tudod? Nincs. De nagyon pikpak vissza tudtam fordulni. Na, az a lényeg. Egyébként ezzel viszonylag elég gyorsan vissza lehet úgy jönni. Ezen csodálkoztam én is, hogy nem forog egy fél órán át, meg mit tudom. 4,7, annyit veszítettem kb. Hát az még teljesen jó. Na, nagyon húztuk egymást. Egészen előmentünk, de szerintem ez a minimális. Tehát ennyi, ennyivel, ha megúszom a dolgot, akkor azt mondom, oké. Okay. Az mondjuk zavar, hogy a szektoridőket nem jelzi pirosan, zölden. Nem, nem. Igen. Ez tényleg olyan rossz. Abszolút semmit nem jelez.
Tehát én most... is mindig nézem az órát, hogy milyen köröket megyek, de nem jön szektoridő. Tehát hiányzik. Azt tudod, hogy az adott gumin most milyen vagy amúgy. Így van, így van, így van. Na, egy utcsó kört még pakolunk ezekbe. Aztán megyünk ki. Nagyon sokan megint a boxban. Lök lehet 4-9-re. Remélem nem ebben a körben akar kijönni. Box this lap. Deep. Erre azt mondta, hogy pont most majd be. Box this lap. Csak az előbb azt mondta nekem, hogy understood stopping this lap, nehogy aztán engem kiállítson itt, hallod? Nem, az azt jelenti, hogy oké, vettem, hogy kijössz. Hát de stopping this lap az nekem olyan, hogy így... Hogy állj ki ebbe a körbe. Igen. Csak olyan hülyén hangzik egyébként, igen. De ezt szoktam mondani. Na küldjük meg, 5-3-ra van Leclerc. És úgy néz ki, hogy nincs a pitben még. Figyelj, nem írt ki, hogy teammate in pitz, akkor nem. De, pitben van, a rohadt életbe. Nem kockáztatok le, elmegyek még egy körre. Én meg annyira belefeledkeztem, hogy a 13. kör megyem itt a szoktal. Az igen. Ami már 66. Asztal! Mi van veled, Leo? Ugye nem csúszkál, nem csinál semmit, megy az kéz. Most neked is és nekem is rohadt jól jönne egy safety car. Igen. Ú, de jól jönne egy safety. Ah, mindenit. Pont a felénél járunk a futamnak. De figyelj már meg! Ja, semmi. Hülye vagyok. Így viszont tudja, hogy fel tudom rakni a médiumot, az 100%-ig kibírja. Mennyit bírt a izé soft? Az 10-et. Mert a harmadikba jöttem ki. Aha. Á, akkor nincsen opció, igazából nekem mindenképpen a hardot kell feltennem, azt ennyi. Sajnos. Most már tényleg kimegyek. Fene se tudja, hány százalékosak ezek a gumik. 47, teljesen jó. Jó. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Jaj, aztán boxban is van ez a játék még. Igen. Húha. Ó, te itt mennyire lassú a izé minden. Hú. Te jöttél ki a boxba most? Igen. Én megyek ki. Hát, rengeteg helyet veszítek nyilvánvalóan. Á, kék zászló. Ó, azt hittem, hogy még sikerül kijönni a mezőny elé, de nem. El kell engednem mindenkit. Na most az a baj, hogyha SC van, engem szerintem nem fog előre engedni. Mert szerintem ez a safety car szabály még mindig nincs a játékban, hogy a lekörözött pilótákat engedjük el. Az lehet. Igen. Ez az a kanyar, igen, srácok. Ja, kicsúszós. Igen. Mondod. De mocsok hidegek ezek a közepesek, te. Igazából 11. hely. Ugyanott vagyok, ahonnan indultam. Egy helyen lejjebb mondjuk.
Csak jóval jobb gumikom. Azt se tudom, a srácok mikor mentek itt ki. Hányadik körben? Hetedikbe. Aha, azt mondjuk akkor tök jó. Akkor jóval frissebb gumiaim vannak. Majd egy-két kör még kell ezeknek a hárdoknak. 2-7. Szépen lassan csak közeledünk. Hoppá. Ajaj. Elszartuk azt a kanyart, srácok. Na, hogy most megelőző Ricardo minket. Hú, nagyon tapad. Kapja a DRS-t, és így van. Ó, basszus. Sajajajajajajaj. Hú, nem egy egyszerű futam ez, Leo. Hát nem. Csak csúszok vissza. Egyelőre. Oha, Ricardo leggyorsabb kör. Ja, mondjuk kapta a DRS-t rendesen. Oha, jövök én még rád majd, Ricardo. Hello. Jó. Mi volt ez a sárga? Én. Le kellett húzódnom, mert már illegál blokking lett volna. Hát sajnálom, hogy neked így jött ki, Leo, ez a mai futam. Hát tanulni kell. Teljesen új játék. Tényleg meg kell szokni. Ez volt az első futamom, ami így gyakorlatilag ugye. Tehát teljesen persze. Pá. Fú, 17. kör, egyelőre safety nincs. Két kör múlva jöhet a safety, köszönjük szépen. Most is jöhet. Ha négy kört még elgatyázik, akkor legyen 6 kör sprint. Ja, mondjuk ja. True. Ajaj. Na lassan elkezdjük Ricardot támadni, csak össze kellett magam szedni ezeken a gumikon. Még egy picit azért itt molyolunk, de most már elkezdjük támadni a... Sokkal jobbak a gumiaink is. Itt csak rajta akarok maradni. Végig, hogy aztán a hátsóba lehessen opciónk. Kéne elbaltázni. Azaz. Daring baby.
Úgy is van. Na, vegyük célba Albont, pont szerzésért. Másodperc. Úgy is van. Ott a pont. Még nincs. Jó, mert még 11 vagy? Aha. Uh-huh. Merünk 1,9. Én meg mióta elengedtem ezt a kis csapatot, jövök velük folyamatosan. Az tök jó. Végre van egy kis játékom, tudod, hogy nem üresbe vagyok. Aha. Jövök velük azóta. Beálltam, löklek meg, azt jövünk. De te amúgy meg is előzheted őket. Tudom, de nem tudom. Mármint érted. Csak jövök velük. Nekem 8-asban leszabályoz itt a DRS-sel. Nem tudok közelebb menni hozzájuk. Nincs végsebességem. Gondolom a magas leszorító erő milyen. Igen. Na, egy másodpercen belül. Ezt meg kéne tartanunk. Ajajajajajaj. Ott egy kis slide. Roland. Hál' Istennek itt lehet kontrollálni azért. Mármint úgy, hogy meg lehet fogni. Igen. A másikban, ha megindult, nem nagyon tudtam. Ez mondjuk pozitív. Ez az! 10. hely, Leo! Pontocska! 2 is! Ugye elkezdtek dolgozni nekem a hardok, nekik meg már azért öregecskék picit. Nehogy ne. Mindegy, hogy adott gumim vagy, mint ők, sokkal frissebb. Igen. Gyerünk! Okon is megvan, baszki. Na. Ők így egyben voltak. Most itt vagyok mögötted. Azt akartam mondani, hogy én jövök. Majd adok DRS-t. Ja. 3,1-re van Leclerc. Uh-huh. Ezt így el tudtam volna képzelni, mert még ha így végig autózok így mögöttük, akkor is. Hogy? Így, hogy így racse van. Ja, igen. Nagyon, egyébként ez nagyon változott. Nagyon komoly versenyek vannak. Mármint küzdelmek. Botok között is, és tök jellemző az, hogy két bot küzd, és ezért te vagy a nevető harmadik. Uh-huh. Ez nekem baromira tetszik. Hoppá! Az azért már sok volt. Én ezt nagyon bánom, hogy Latifi elcseszte ott nekem azt a... De annyira korán fékezett. Nem tudom, hogy mire készült, hogy mit akartak. Ezért nem szabad mögöttük menni ennyire, Leo. De ez pont itt volt a hosszú egyenesbe. A DRS-nél. És még bőven a százas előtt fékezett. Na azt ezt berakta a kaput onnastól fogva. Hát igen. És itt meg ráadásul tudod, itt 50 után fékezünk, nem is 100-nál.
Ha ember lett volna, simán azt mondtam volna, hogy szándékos volt. Lehet így is szándékos volt. Mercedes utálat, hogy miért nem ő ülhetett a Mercibe. Miért rászer? Igen. Azért mondom, hogy mióta hogy elengedtem őket, azóta olyan jól elautókázok itt velük. Tök jó. Tehát akkor igazából a tempód az megvan. Igen, az a nem... Annyira nem gáz. Én lassan közelebb lopom magam. Gyere! 2,2 másodperc. Neked akkor lassan, ami már DRS-ben vagyok. Uh-huh. Szétadom. Még nem. Nekem az is tetszik, hogy a pálya dugig van féknyomokkal. Igen. Itt a izén. Ilyen nem volt. Hát volt amúgy nekem, csak nem ennyire. Nem ennyire, igen. Tehát látszik, hogy itt basszus, itt csata volt meg minden, tehát hogy itt voltak fékezések. Igen, tök jó. Egyre közelebb és közelebb. Blue flag. Látom. Szóljál. Á, nagyon nem vagyok ott még. Szóljál, hogyha véletlen rinyálna neked. Rinyálgat, de még nem... Meg nekem nem most nem szoroz, ha ad egy 3 szeket, mert 1 perc 3-ra van. Basszus, 1 perc 3-ra van előttem a izé. Aha. A guanyú, úgyhogy... Jaj. Tehát nekem az nagyobb élmény, hogy itt... El vagyok itt. Teljesen nullán van a izé. A el sem. Nem tudok semmit nyomni. Ez komoly. Nem is tölt. De tölt a féknél, tölt egy 3%-ot. Sokkal durvább az ERS használat egyébként. Emeld el egy kicsit a gáz, mielőtt fékeznél. Az a durva, hogy az ERS-et nem tudom lekapcsolni mondjuk non-ra. 5 szeket megkaptam. Megkaptad az 5 szeket? Aha. Várj, akkor elmegyek baszki, mert tovább itt szívott téged. Itt a DRS-e. Jó. Jó. Itt fogom. És most. Kösz. Hát sajnálom, hogy így alakult ez most. Jaj, de mit hallok én, Leo? Igen. Ezt mondtam a streambe is, hogy csak lehet hallani a multiba. Megmaradt. Meg. Na, ezt az előzést tudatosan elő kéne készítenem. Hány kör van hátra? Szemben. Még ezen kívül 2. Ugye, szép kis csapat. Igen. Aha.
sokkal nagyobb ívbe fordulni rá. Gyerünk! Na? Ez az! Yes! Meg lett? Meg! Hú, basszus, most nagyon szárnyalok, Leo. Úgy kell. Az igen. Norris-szel össze is értem. Hallottam a dübbenést. Igen. A dübbent. Két autóval hátul hallottam a dübbenést. Vigyázz, Lökle. Megcsúsztál? Meg. Basszus. Szerintem bevetődik melléd. Na most dobd el, baszod. Nem, csak próbálok hajtani én is. Hát persze. Még esetleg. Nekem nagyon kellenek a pontok, mert ti nagyon elhúztatok a bajnokságban. Igen. Ez az úgy csókör akkor, ugye? Igen. Igen, mert én 25-ben vagyok. Nem volt safety car. Nem. Juha. Leclerc nagyon... tunyiskodik. Látom. Pedig belülről próbál. Mindenhonnan. Hát ez az utolsó. Egyenesünk. Nem tudom, hogy csináltam. 4,5 körre való üzemanyagom gyűlt össze, csak nem tudom, hogy. Az mondjuk zoral. Fernando nyert, az szép. Az komoly. Cunoda leggyorsabb. Rohadjál meg, Cunoda! Elmegy az utolsó. Ezt nem hiszem el. Mocskos Cunoda! Jaj! Istenem! Te pöcs! Te fasz! Nem változott semmi, gyerekek! Jaj! Minden maradt úgy, Fernando Alonso! Jaj, Hamilton! És Verstappen! Jó, de szeretném én is látni, ha még nem loadingol egy napot. Ja. Na itt jön bátyám. Fúha. Ennyi. Ó, azért nagyon gyakorolni kell még nekünk, srácok, ezt szokni kell. Egész más, egész más. Hát ja, igazából egy helycserénk volt, meg egy kicsit előrébb kerültünk. Ennyit tudtunk összehozni ezen a futamon. Tényleg így a top 10 az gyakorlatilag, hát igen, az álbon visszaesett, de ugyanaz maradt egyébként. Ugyanazok az emberek. Ja, igen. Na, hát srácok, ez volt az a Silverstone-i nagydíj, az első futamunk az új játékban. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, hogyha tetszett, köszönjük az lájkot durrancsatok, aztán jövünk vissza nagyobb erőkkel a következőben. Így van, hogy... csak éppen itt a táblázat, de felejtsük el a táblázatot. Így van, Leo csinálja, ami ugye? Most, ami most változik azért. Hát, néhány pontot azért hál' Isten én is kapok, de azért nem sokat. Van itt azért még jó pár futamunk, úgyhogy nincs mit fosni. Ja. Úgyhogy innen folytatjuk. Szevasztok, Leo. Sziasztok, hali.
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off.